Akkor még egyszer üdvözlöm Önöket, én Koncz Barbara vagyok, az adó és jogi osztálynak az igazgatója, és én ezen az állomáshelyen a kilátásokról, a gazdaság általános helyzetével, a saját vállalatuk helyzetével kapcsolatos kilátásokról, illetve a kockázatokról fogok beszélni. Ezek nagyon-nagyon ilyen száraz témának tűnnek, úgyhogy arra gondoltam, hogy ha már itt vagyunk a Nemzeti Galériában, és ráadásul ilyen szép képek között, akkor engedjék meg, hogy egy pár gondolatot a képekről is elmondjak, hozzáfűzve így az előadáshoz. Előjáróban annyit mondanék, hogy itt a 80-as évek magyar festészete vesz minket körül, az új szenzibilitásnak vagy underground nevezik, és nem véletlenül tettük ide ezt a témát ebbe a helyiségbe, és ennek az oka az, hogy ez a kép itt van. Ez Fehér Lászlónak a Kútba néző című képe, ami, hát ahogy megnézik, erősen fekete hangsúlyos, tehát ezért nem az első gondolat, ami eszünkbe jut arról a széles mosoly. És nem a széles mosoly jut eszünkbe arról az első csártról sem, ahol szintén egy kicsit túlsúlyban van a fekete. Ugyanis ebben az évben először, és elnézést kérek, hogy aprók a betűk, mi látható az ábrán. Amit itt látunk az, hogy önök kétharmada azt mondja, hogy a globális gazdaság növekedési üteme az lassulni fog. Egyébként a globális felmérésben is azt mondták a vezérigazgatók, hogy ez az irány, amit várnak. Picivel optimistábbak, 60%-uk jelezte előre ezt az értéket. De nem meglepő, hogy a két érték konvergál egymással, mert mi azért eléggé kötve vagyunk a világgazdasághoz, meg az sem meglepő, hogy a magyar érték egy picit magasabb, azt láttuk az elmúlt években, hogy önök egy picivel mindig pesszimistábbak, mint a globális felmérés résztvevői. Mielőtt azonban elkezdenénk mi is olyan gondolatokat fontolgatni, mint a képen látható úriember esetleg forgat a fejében, azért elmondanám, hogy a kép egy kicsit árnyaltabb. Ugye a kérdésünk az arra irányult, hogy a növekedéssel mi fog történni. Tehát önök azt mondták, hogy a növekedés fog lassulni, nem összességében a gazdaságnak az iránya fog változni. De ez persze nem változtat azon a helyen, hogy ezen a helyzeten, hogy már egy kicsit kevésbé optimisták a kilátások. És ez igaz egyébként a magyar gazdaságra is. Magyar gazdasággal kapcsolatosan egy picivel jobbak az eredmények, de 60%-uk önöknek itt is azt mondta, hogy ez a növekedéshez fog lassulni. És ugye, ami egy picit még árnyalja a képet, hogy az interjúkat szeptember, október, november hónapokban készítettük, akkor még a koronavírusról nem nagyon hallottunk. Nem azt mondom, hogy nem volt, de még híreket nem hallottunk, úgyhogy annak a gazdaságra gyakorolt hatása még ezekben az értékekben nem jelenik, nem jelenhet meg. Az egy kérdés, hogy a következő évi eredményekben, illetve a gazdaságnak a teljesítményében ez hogyan fog majd lecsapódni. Azt tudjuk, hogy lesz hatása, azt is tudjuk, hogy ez nem lesz pozitív. Úgy gondolom, hogy a mérték azért még elég erősen kérdéses. De hogy ne csak negatívumokról beszéljünk, engedjék meg, hogy átmenjek a másik képhez. Ez Koncz Andrásnak a festménye, ami Páros naplemente címet visel. Nekem ő nem rokonom, viszont egy másik híres Koncznak, Koncz Zsuzsának ő a testvére, úgyhogy aki esetleg eddig nem tudta, mint például én, hogy Koncz Zsuzsának a testvérének festményei találhatók a Nemzeti Galériában, akkor ezzel az információval felvértezve mehet haza. A következő szlájdokon jóval pozitívabb irányt fogunk bemutatni, azok azt fogják mutatni, hogy önök, mind a képen látható karatékák a negatív gazdasági várakozások ellenére legyőzve azokat, bizakodóak a saját vállalkozásuk teljesítményével kapcsolatban. 10 megkérdezettből 80 önök közül azt mondták, hogy vállalkozásuk, saját vállalkozásuk bevételei azok nőni fognak. És nem csak a bevételek fognak nőni, hanem a pénzügyi helyzetük, a versenytársakhoz viszonyított pénzügyi helyzetük is elég kedvező, kétharmaduknak jobb, de legalábbis azonos a pénzügyi helyzete, mint a versenytársainak. Ellentétes a számok aránya a globális felmérésben, ott kevesebb vezérigazgató gondolta azt, hogy növekedni fog a bevétele, az is egy magas, 73%-os érték, viszont a pénzügyi teljesítmények a versenytársak viszonylatában sokkal jobban szerepeltek. Ott 15% mondta azt, hogy rosszabbak esetleg az eredményeik. Ebből talán arra a következtetésre lehet jutni, hogy önök növekednek, de sajnos azt látják, hogy a versenytársak is hasonlóan növekednek, úgyhogy az elszakadás az annyira nem lehetséges. De mire is alapozzák önök ezt az optimizmust? Kérdeztük a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket tesznek. Számos megkérdezettünk elmondta, hogy különösen figyel az erőforrások hatékony felhasználására, bízik az organikus növekedésben, új termékek, új szolgáltatások piacra dobását tervezi, ugyanakkor csak kevesebb, mint 50%-uk tervezi a létszámát is bővíteni.
és egy picit a kockázatvállalási hajlandóság is csökken, akvizíciókba, új piacok megszerzésében nem bonyolódnak. De ezek mellett, a területek mellett, amit ki szeretnék emelni, hogy vannak olyan tényezők, amiket önök kulcskérdésnek tekintenek a siker érdekében, és ezeket, hogyha csoportosítjuk, akkor azt látjuk, hogy a lista első felén az úgynevezett vállalati önismerethez kapcsolódó témakörök szerepelnek. Tudják, hogy hogyan teremtenek értéket az ügyfeleiknek, világosan látják ezt, és azzal is tisztában vannak, hogy melyek azok a képességek, amelyek megkülönböztetik önöket a versenytársaktól. Ezt a képet önök nagyon tisztán látják, nem annyira tisztán látják, mondjuk, mint az ott szereplőképen látható alakokat, erre hívnám föl a figyelmüket. Ez egyébként Szirtes János 6 szótag című festménye, és itt egy versenyt hirdetnék, aki vacsora utánig megosztja velem azt az információt, hogy miért 6 szótag a kép címe, az jutalomban részesül. Úgyhogy mindegyik csoportot felhívom erre a versenyre, úgyhogy ezzel szeretném motiválni önöket, hogy keressék a helyes megfejtést. De visszatérve a tényezőkre, nem lehet elmenni a hatékonyság növelése mellett, amellett sem, hogy az erőforrásokat annyira használják hatékonyan, hogy azokat a stratégiai célok mellé rendelik egyértelműen. És nyilván a HR kérdések is kritikusak. Úgy érzik, hogy bele kell fektetniük, és bele is fektetnek azokba a kompetenciákba, amelyekkel képesek lesznek magukhoz vonzani a tehetséges munkavállalókat, sőt nem csak magukhoz vonzani, hanem meg is tartani ezeket a munkavállalókat. Picit ellentmondásos a kép a lista utolsó helyén szereplő tényező kapcsán, mert nagyon kevesen mondták, mindössze 4%, hogy csak olyan stratégiai lehetőségeket ragad meg, amelyeket biztosan megnyerhetnek. Úgyhogy itt egy kicsit van, hogy nem annyira látszik a kockázatvállalás, de mégis mernek azért belevágni olyan üzletekbe is, amik nem 100%-osan kecsegtetnek sikerrel. Persze azért a kép az ennél jóval árnyaltabb, nem csak pozitívumok és optimizmus van a levegőben, hanem igenis vannak olyan problémák, gondok és kockázatok, amik önöket foglalkoztatják. Ugyanazokat a kérdéseket tettük föl ezen a területen önöknek, mint tavaly, pont azért, hogy összetudjuk hasonlítani, hogy volt-e elmozdulás. Az összehasonlító értékeket, még hogyha a számok nem is látszanak jól, abból láthatják, hogy ahol látszik a halvány piros, ott javulás mutatkozik, tehát csökkent az adott kockázatnak a jelentősége, ahol csak a tiszta piros látszik valahol benne egy kis vonal alatt, viszont nőtt a kockázatos megítélése az adott tényezőnek. Nincsen meglepetés, az első helyen ismét humán erőforrással kapcsolatos kérdés végzett, az alapvető fontosságú szakemberek rendelkezésre állása továbbra is hasonlóan a tavalyi évhez az, ami önöket a leginkább foglalkoztatja. Nagyjából 2%-ot csökkent az érték, erre mondjuk azt, hogy az irány jó, de azért ennek egy jóval jelentősebb mértékét kéne tudni elérnie. Az első ötbe befért még másik 2 HR-rel kapcsolatos téma, továbbra is aggasztja önöket a munkavállalók demográfiai összetételének a változó jellemzői, és továbbra is kockázatosnak tekintik a növekvő munkáltatói terheket. A munkavállalói miatt kevésbé aggódnak, az nincs is a listán. Itt is az irány az pozitív irányba mozdul el, vagy a változás pozitív irányú, de azért még mindig 60% fölötti értékeket mutatnak, ezért ez eléggé jelentős problémának minősül. Mire fölhívnám a figyelmüket, hogy a bizonytalan gazdasági növekedés magyar vezérigazgatókat ugyanis kevésbé aggasztja, mint a globális felmérés szereplőit. Náluk ez futott be az első helyen 81%-os értékkel. Úgy tűnik, hogy önök jobban bíznak abban, hogy az itteni teljesítményük az valid lesz, és nem érzik annyira kockázatosnak a globális gazdaság teljesítményét önökre nézve. Amivel viszont nem foglalkoznak jobban, mint a tavalyi évben, ez az éghajlatváltozás többek között. Nem gondoljuk, hogy azért lenne így, mert önöket nem érdekli, hanem sokkal inkább ez azt mutatja, hogy egyfajta lehetőséget látnak benne. Úgy látják, hogy tudják növelni a reputációjukat, hogyha ilyen intézkedéseket tesznek, mind a versenytársak, piaci szereplők, mind a munkavállalók körében, és ez akár lehetőséget adhat az éghajlatváltozással kapcsolatos témakörök új szolgáltatások vagy új termékek kialakítására is. Erről a témáról egyébként majd a következő állomás helyen, ami azt hiszem a következő lesz, önöknek is fognak részletesebben hallani. A túlszabályozás az ebben az évben a korábbi évhez hasonlóan is szintén előkelő helyet foglal el, ezért idén is megkérdeztük, hogy melyek azok a területek, amik önöket a leginkább aggasztják.
itt sincsenek nagyon meglepetések, ugye GDPR büntetések most már vannak, voltak, úgyhogy első helyen továbbra is az adatvédelem és a kiberbiztonság szerepel, de szorosan ott van mögött az iparág specifikus szabályozásoknak való megfelelés, mint probléma. Munkaügyek futott be a harmadik helyre, viszont az érték összehasonlítva a globális felmérés eredményeivel nagyságrendekkel alacsonyabb. Önöknek 24%-a, mind a globális felmérésben megkérdezetteknek 48%-a mondta, hogy problémát jelent a munkaügyi szabályoknak való megfelelés. Valószínűleg ennek az az oka, hogy a magyar munkaügyi szabályozás mindig is szigorú volt, tehát mert ebbe élünk, ezt megszoktuk, nem jelent akkora problémát, mint esetleg a világ más piacain működő vállalkozásoknak, akiknél esetleg a szigorodó szabályok azok folyamatos kihívásokat teremtenek. Amit el kell mondanom, hogy az adó megfelelés az viszont önök számára egyre kevésbé probléma. Én ennek személy szerint nem örülök, biztatnám önöket, hogy ez jövőre változzon, kérem értsék meg, nekünk is meg kell élni valamiből, úgyhogy itt szeretnénk egy más számot látni majd jövőre. Ugyanakkor nem aggódnak a szabadalmak, szellemi termékek, illetve a diszkriminációval kapcsolatos szabályok miatt. És még egy pozitívumot emelnék ki, ami nincsen a szlájdon, de mindenképp érdemes elmondani, az pedig az üzleti életbe vetett bizalom, illetve bizalmatlanság kérdésköre. Ugye azt kérdeztük, hogy mennyire bizalmatlanok az üzleti élet szereplői iránt, és egy nagyon jó hírem van, idén a legalacsonyabb érték, amit valaha mértünk, a 26%-os érték. Kiindulásként mondom, hogy 14-ben ez 56% volt, tehát itt egy nagyon-nagyon jelentős elmozdulás mutatkozik az üzleti bizalom irányába, úgyhogy ennek viszont örülünk, és ezt meg továbbra is fenn kell tartani, sőt, tovább kell vele haladni. Összefoglalva tehát annyit mondanék el, hogy bár a globális gazdaság és a... Kapcs? Igen, ez a hátránya, hogyha egy légtérbe ketten vagyunk. Tehát összefoglalva annyit mondanék el, hogy bár a globális gazdaság szempontjából önök nem túl bizakodóak és sötét színekkel festenek, ha megengedik ezt az összehasonlítást, de a saját helyzetükben igenis használják a színes vibráló színeket. Épp úgy mindaz azon az oldalon látható képen is mind a két paletta megjelenik. Egyébként Nádler István festménye és az Homage de Malevich című címet viseli, tehát a tiszteletadás Malevichnek, aki 20. századi avantgárd festő volt, lengyel származású orosz avantgárd festő, aki Nádler Tamásnak, vagy Tamásnak? Nádler Istvánnak, elnézést kérek, egyfajta kedvenc festője és inspirációja volt. Én köszönöm szépen a figyelmet, és remélem a következő előadáson is hasznos információkat fognak hallani.